Sziasztok! Engem Szántó Péternek hívnak, és ha már követitek a csatornát, akkor tudjátok, hogy 2019-ben lett egy édes kiskutyám, Szirinek hívják, amúgy erről csináltam pár vlogot, ha gondoljátok, nézzétek meg, ha még nem láttátok. És ez volt az első alkalom, hogy elvittem kozmetikushoz, és Ramonáéknak Jensz úton is köszönöm, link a leírásban, egy nagyon profi, aranyos csapat, hogy együttműködhettünk, és felvehettem, ahogy Szíri első kozmetikai élményét megéli. Elég kihívás volt videós szempontból egy részről, mert előtte igazából nem találkoztunk, nem tudtam, hogy hogy működik ez a folyamat, valamint Ramonáék egy nagyon szuper helyszín, a Damjanics utcában vannak amúgy, az egész otthonos, tényleg házias az egész helyszín, viszont egy picike szoba ebből adódóan, és az óriási fényem, ami egy picit itt be is látszik, nehezen tudtam betenni, igazából a szobából kívülről tudtam világítani, ami nehézség volt, hiszen hogyha egy ilyen krimibírólos videót szeretnénk csinálni, akkor az egyik legfontosabb szempont, hogy nagyon sok és konzisztens, jó minőségű fényünk legyen. Én egy Sokani X60-at használok egy óriási 120-as softbox-szal, ami szuper fényt ad, viszont ha nem tudom közel lenni, vagy nem tudom úgy mozgatni, ez kihívások elé állít. És pontosan ez történt ez alatt a forgatás alatt is. Az ajtóból kívül jött be a fény, és minden egyes stádiumot előre ott a helyszínen megbeszéltem Ramonáékkal, megmutatták, hogy milyen mozdulatot fognak csinálni, mi következik abból, és ilyen spontán mindig, ahogy ami jött, abból kitáltam, jó, hogyha így megy, akkor hogy húzzam el a kamerát, mi lesz a következő. Nagyon fontos, hogy amikor forgattok, akkor ha nincs is meg a teljes koncepció, nem dolgoztok storyboarddal, ez alapvetően nem probléma, főleg ilyen YouTube-os formátumban, de az nagyon fontos, hogy a fejetekben legyen, hogy a következő snit mi lesz, és hogy kapcsoljátok össze ezt, amit én seamless smooth transitionnek nevezek, ugye ez a krémes, hogy észre sem vesszük, hogy átmenet van, vagy van egy hard cut típusú váltás, amikor semmilyen húzás, vagy ilyesmi nincsen, hanem tényleg volt egy snit, jön a következő, az, hogyha mégis átmenet van, akkor balra-jobbra, forgatással, fölle, ezeket mindig ki kell találni, és be kell lőni az élességet, ugye a fókuszt, hogy van mindig az egyikből a másikba. Ez azért is jó, mert egy, nyilván éles lesz a kép, ezzel nem mondtam újdonságot, viszont az átmeneteknél meg pont az a jó, ha ilyen homályos és krémes, és átmegy az egész az egyikből a másikba, ezt pedig csak akkor tudjuk, hogyha előre pontosan tudjuk, hogy mi miután következik. Ami másik fontos dolog, hogy lehet, ugye főleg ebben a helyzetben, ahogy felvettem ezt a videót, hogy csak egy helyről tudott jönni a fényem, és nem tudtam úgy játszani vele, hogy egy picit sötétebb, picit világosabb lesz, lehet, hogy a színeknek az árnyalata is változnak. Ezt a trükköt Sam Calder-től tanultam, hogyha nem ismeritek, akkor írjátok be Sam Calder. Szerintem az egyik legjobb kreátor YouTube-on, és elvégeztem a kurzusát, és ő mondja azt, hogy nem elég az, hogy legyen ez az átmenet, amiről az előbb beszéltem, hanem még azzal is tudunk játszani, hogy amikor elindul az átmenet, ugye van egy típusú színe, kontrasztja az egyik klipnek, és van a következőnek, és ha ez nem teljesen egyenlő, akkor azt tudjuk csinálni, hogy ahogy elindul az átmenet, mondjuk egy picit világosítjuk, egy picit hidegebbé tesszük az első klipet, mert ugye a második hidegebb, és a második klipet meg egy nagyon kicsit az elején melegebbé tesszük, és sötétítjük, és a transition alatt, ahogy átvált, amire már az éles rész jön, addigra ez az átmenet is, tehát ebben az esetben, hogy egy picit ugye melegebbé tettük, az elmúlik, és hideg lesz, és mondjuk a kontraszt is visszamegy a megfelelő helyszínre, ilyenekkel is játszottam. A másik dolog, amivel játszottam, ezt már a videóimból remélem tudjátok, hogyha nem most találkoztunk először, az a hangeffektek. SFX, angolul sound design. Nagyon sokan csinálnak szerintem elég jó videókat, de amit elrontanak, hogy nem töltenek kellő időt azzal, hogy megfelelő hangeffekteket találjanak, és azt elhelyezzék a legjobb módon. Mik ezek a hangeffektusok? Egyrészt van ez a whoosh, ez a... Van másrészt egy impact hang, ez a...
ilyen, amikor valami azzal párosul, és bármi, ami a környezetből, vagy itt ugye van egy fésű, van, hogy amikor spricceltünk, van a víznek a hangja, rengeteg olyan hang van, amit nem feltétlen kell, sőt, jobb is, ha nem ott vesszük fel, mert ha nincs egy ilyen profi hangtechnikánk erre dedikált mikrofonnal, úgysem lesz olyan a hang, viszont rengeteg ingyenes, vagy akár fizetős oldal is van, ahol profi stúdió körülmények között felvett és ilyen minőségű hangokat tudunk használni, és sokszor amúgy nem is az a konkrét hang, tehát például én egy természetben lévő vízcsobogást használtam, amikor a Sirit mosdatták, mert egyszerűen illett oda. De ahogy ugye elindul ez a kreatív folyamat és editálunk, ezt érezni is fogjuk, hogy miként működik, mi az, ami illik oda. Láttátok már ugye a filmet zenével, hangeffektusokkal, most viszont megmutatom, hogy milyen, amikor csak a hangeffektusok vannak rajta, és remélem, hogy ebből átjön, hogy mekkora különbséget ad, és igenis érdemes azt az 1-2-3 órát eltölteni vele, mert ez az, ami kiemeli a videót a többi közül, amivel ezzel a következő szintre tud, vagy a feljebbi szintre tud kerülni az egész. Nézzük meg! Hogy tetszett a videó? Remélem bejött. Írd meg kérlek kommentbe, hogy tetszett, sőt, hogyha így van, azt is megértem természetesen, hogyha nem tetszett, és akkor nézd vissza mondjuk kétszeres sebességgel, vagy fele akkora sebességgel, hát ha akkor tetszik, de remélem inkább a pozitív oldalon vagy, és ha így van, akkor lájkold, oszd meg, főleg kutyásokkal remélem tetszeni fog nekik is, és ha most találkoztunk először, nyomja a feliratkozás gombra mellette a csengőre is, hogy ne maradj le a videóimról, jövök még nagyon sok ilyen behind the scenes-es videóval, tutoriálokkal, a videózáshoz kapcsolódó technológiai videókkal, és mivel ez egy vállalkozás, abba is betekintést adok, hogy hogyan találhatod meg azt, amivel ki tudsz bontakozni az életedben, hogyan indítsd be. Igazából ha tényleg most találkoztunk először, talán nem is tudod, hogy tavaly a HVG kiadta egy könyvemet, Vibe Valóra, ami pont erről szól. Lifehack-ek, produktivitás, én márka, link a leírásban, hogyha szeretnéd megvenni, és még dedikálom is, de ha szeretnél egy kicsit ismerkedni vele, akkor nézd bele, tavaly csináltam minden fejezetről egy napi vlogot, és el tudod magad is dönteni. Remélem ott, vagy egy következő videómban találkozunk. Köszönöm, hogy megnézted. Szia! Sziasztok!